Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Már megszoktuk, hogy Deák Ferencék is itt vannak ezen a fesztiválon minden alkalommal. Most is három valami készül. Itt az előbb láttuk, hogy abból van birka is, és van más különlegesség is, mivel készülnek. Szép jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm én is mindenkit. Csókos pacalt is hoztunk, egy kis meglepetést, egy kis füstölttel, körömmel, csülökkel. Igen, nagyon, de nagyon szeretik. A karcagi hungarikum birka pörkölt pedig elmaradhatatlan. Szeretjük főzni és szeretjük népszerűsíteni, hogy minél többen kóstolhassák meg. És hát mondhatjuk azt is, hogy egy kicsi karcagi verseny is lesz, hiszen azért Karcagon most többen főznek birkát, tehát ilyenkor azért egy picikét versenyeznek is, vagy inkább mindenki csak azért jön, hogy jól érezze magát, és finom ételekkel kóstoltassa meg itt a fürdőzőket. Itt elsősorban az, hogy jól érezzük magunkat. Nagyon, de nagyon szeretünk főzni, ugye mindenki a saját szája íze szerint, és a látogatók, a vendégek pedig majd eldöntik, hogy finom volt. Reméljük, hogy így lesz, és hát én azt kívánom, hogy sok-sok fesztiválon ismertessék még meg azokkal a hungarikum pörköltet, akik nem ismerik, hiszen tudom, hogy járják az országot. Merre voltak legutóbb, és hova készülnek még? Nagyon sokat járunk Budapest, Dunántúl, Martonvásár, Pilisvörösvár, Túrkevén voltunk, most készülünk a Túri Vásárba, voltunk Gyulán, viszont nagyon sok vendéget hozunk, és már követnek bennünket. Voltak a karcagi birkafőzőn szombathelyi, gyulai, egri, székesfehérvári, veszprémi vendégeink, tehát tulajdonképpen ez azt jelzi, hogy szeretik, egyre jobban kedvelik, amikor megkóstolják az igazi karcagi birka pörköltet, és ez nekünk nagyon, de nagyon jó, és ezért szeretünk járni és népszerűsíteni, hogy igen, ilyen finom a karcagi hungarikum birka pörkölt. A Nagybanagy csapatvezetőjével, Nagy Kálmánnal beszélgetünk. Hogy is jön össze ez a Nagybanagy? Milyen csapatrövidítés ez? A nagyok meg a bartáknak a keveréke. Kik főznek önön kívül még? Hát, hogy a csapat minden tagja részt vesz a főzésen, ki a főzésbe, ki a előkészületbe, ki a utómunkákba, tehát mindenkinek van feladata, akit ugye vár. Ezt részt kell venni, mert egy csapat, nem egy személyes társulat. Mi készül? Most birkapörköltet főzünk. Ha sikerül, érzik az zsűrinek, meg az embereknek, akkor örülünk neki. És egyébként ön kitől tanult főzni? Hát, szüleimtől. Üleimtől. És karcagi módra készül a birka? Igen. Hát, mivel karcagról jöttünk, tehát akkor csak karcagi módra, mert ugye karcagról jöttünk. És egyébként máshol is szoktak főzni, vagy inkább csak ilyenkor jönnek ki a berekbe? Csak ilyenkor. Egy év egyszer kijövünk ide a berekbe, és ennyi. Tehát akkor, ha jól értem, ez egy baráti társaság is? Igen. Tehát egy baráti társaság is, meg rokonság. Gyerekik, sógorok, sógornők. Huba Imrével beszélgetünk, hiszen itt nem birka pörkölt készül. Mi készül? Itt nagyon finom mangalica szalonna készül, császár szalonna sülve, és ennek az a pikantériája, hogy gyakorlatilag a són kívül semmi más nem kapott a pácolásnál, amiben hosszan érleltük, és utána saját füstölőben stöltük, enyhén, éppen csak egy picikét bükfával, és most saját zsírjában kisülve, tönkölybúza kenyérrel tálaljuk, és minden ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból, tehát biogazdaságból származik, innen Karcag és Berekfürdő határából. Tehát lehet mondani, hogy helyi termék. És hát mondhatjuk, hogy egy kicsit fit a birkához képest, hiszen azért ezt mindenki megkóstolhatja. Látom, hogy uborka is van hozzá, az is saját. Így van, a kovászos uborka alapanyaga is, és a kovászolás is saját recept alapján készül. Így aztán el tudjuk a kedves egészséggel, fogyasztágiséggel. Így aztán a abszolút a helyi és a sajátos ránk jellemző ízvilágot tudjuk nyújtani a vendégeknek. Igen, én is azt vártam, hogy miután beszéltünk, hogy itt lesz ma és főzni fog, birkát vártam, hogy birkát fog csinálni. Tehát azt gondolom, hogy sokan birkát keresnek, de ezek szerint azért most egy picit mást is szeretnének bemutatni. Igen, mindenképpen, mert a Berekfürdőről érkező vendégeknek csak egy része, aki ismeri a birkapörköltet, és csak egy másik, egy kisebbik része, aki szereti és naponta hajlandó lenne elfogadni, vagy elfogyasztani. Így aztán mi azokra is gondoltunk, akik esetleg
a gasztronómiának egy másságát, a helyi sajátos ízeket és a paraszti világból megismert szalonnás, kicsit rotyogósabb, kicsit fortélyosabb és ízesebb ételeket keresik. Én úgy látom itt, ahogy néztük, hogy azért sok ember megkóstolja, tehát sikernek ígérkezik, és azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a mai nap, és találkozunk még sok-sok alkalommal. Köszönjük, és mindenkinek jó étvágyat kívánunk! Karakas Jánossal beszélgetünk. Érdekes tájszólást hallottam az előbb, ahogy itt beszélgetett polgármester úrral. Honnan érkezett? Most ez a tájszólás az nem onnan ered, de tehát valamikor én Mezei Túron születtem, tehát Szolnok megyei születésé vagyok, tehát a ível beszélünk, hogy így mondjam, és akkor, tehát ez nem kopil le az ember, ő sose. Tehát 57 február óta Szeghalmon meg Körösladányban rakunk, tehát ez nem kopik ki az emberből sose. És mit készít? Birka paprikást. Nálunk is lehet, hogy több, mert 10 000-ével voltak a birkák valamikor, én dolgoztam a Szeghalmi Állami Gazdaságban, minden kerületben rengeteg birka volt, minden, sajnos ezek magyarán mondva eltűntek. De úgy látom, Szolnok megyeiben is minden, hát csökken a birka állomány. Most még addig még van, addig kell igyekezni, mert így is nehéz hozzájutni, de addig kell igyekezni, hogy ezt tudjunk egyáltalán birkát főzni, meg megmaradjon ez a, most már hungarikum, ugye, mert az őskun is azt mondta, kikiáltott az asszonynak, hogy hely anyjuk, készítsd a gázrezsót, mert már ma hungarikumot főzünk. Tehát így szokták mondani a főzők, tehát ilyen viccesen. De egyébként mi a különbség a pörkölt és a paprikás között, hiszen nem mindenki tudja. Az a különbség, hogy a pörköltnél, tehát a hagymát megpirítják, tehát nem csak megpárolják, és akkor tehát a karcagiak általában figyeltem, hogy a fele színes paprikát azt belerakják akkor, és utána rakják rá a húst. És akkor a maga paprika van megpörkölve egy kicsit, ami ízben határoz valamit, de színben viszont hátrányos. Tehát azért látok sok olyat, hogy Akkor mondjuk el, hogy mi ön hogy csinálja, hiszen akkor a paprikás az máshogy készül. Másképp készül, meg tehát vélemény szerint finomabb is. Tehát a paprikás az nem zsíros, de nem fagyús. Mi zsíradékot nem rakunk hozzá, mert a birkának van. Ha fölösleges, akkor azt le kell szedni, tehát hogy legyen szaft és szép szaftja legyen. Mert a paprikába feldobja a paprikát, és akkor a zsírba. És akkor, ha sok, akkor nem jut a szaftba. Tehát nem lesz jó a színe, mert azért egy versenyen, tehát általában az van, hogy a szín, íz, konzisztencia, tehát vannak követelmények. Tehát mi nagyon régi főzők vagyunk, hogy így mondjam, és akkor tehát versenyeken tehát komoly zsűrik vannak, és akkor már ott egy legkisebb hiba is, tehát ránézésre megmondja, hogy ennek már a színe nem olyan, akkor az már tehát nem igazán lehet jó, mert mindennek meg kell felelni. De elsősorban az, hogy a társaságnak, barátainknak minden ízletes legyen, és akkor meg vagyok elégedve. Nem lesz egyszerű dolga a zsűrinek, azt mondta polgármester úr. Dr. Kenyeres Imrével beszélgetünk, a zsűri elnökével. Itt az előbb már kóstolt egy birkát. Milyen szempontok alapján értékelnek? Hát én régi motoros vagyok már így zsűri tag szempontjából. Most valóban nem főznek is most nagyon sokan, de nagyon jó ételek vannak kilátásban, és bizony ha sok egyforma van, akkor abból nehéz kiválasztani a legjobban. Én gyakorlatilag úgy szoktam, ha már itt minősítésről van szó, hogy ránézek. Ha az anyag az úgy tetszik, akkor majd lehet tovább menni, de ha az anyag nem tetszik, mert kiderül, hogy nem az, ami.
mert a krumpli leves legyen krumpli leves. A birkapörkör, birkapörkör. Akkor azzal már nem foglalkozok tovább. Utána megnézi az ember az állagát, ahhoz már ugye kanál kell. Az állagán túl megnézi, hogy mi van benne. Benne van minden olyan anyag, aminek az ételbe benne kell lenni. A karcagi birkapörkörtnél ugye egy birka van együttve, tehát benne van akkor a pacal, a fej, a köröm, a láb, perzselve. Most hát ha már ebből valami hiányzik, akkor már ugye nem biztos, hogy karcagi birkapörkör. Mikor ez is megvan, az állagát, utána nézi meg az ember az ízét, illatát. És akkor lehet kereskedni. Sok hagymát tettek bele, vagy keveset. Idei hagyma, vagy múlt évi hagyma. Sok hagyma van benne, akkor kicsit lecsóízünk. Ha kevés hagyma van benne, akkor nincsen olyan zavt. Nagyon érdekes játék a paprika. Különböző módon rakják bele. Egy tény, hogy ide vonatkozó olvasmányaim szerint a jó paprika 220 fokon oldódik fel. Tehát aki úgy csinálja, hogy mindjárt a üvegesre pirított hagymára rakja az összes paprikát, vagy csak felét, ott nagyon oda kell figyelni, mert pillanatok alatt oda égetheti. Márpedig, ha picit a hagyma megég, akkor az átüt minden ízen. Ezért van, aki kétszer rakja benne, van, aki már csak akkor, amikor felfort az étel. Én azt mondom, hogy a paprikának színesítési feladata van, nem is annyira íz, de egy jó ízű paprika, az is csak javít a dolgon. És amikor ez így megvan, utána még egy dologra oda lehet figyelni, lekozmált vagy nem kozmált. Mert ugye úgy van, hogy kész a pörkölt, akkor még várjunk egy kicsit, még ez is jön, az is jön, melegen kell tartani. Na hát a melegen tartásnál, ugye ha lapos lábas van, aminek az alja lapos, annál könnyebben lehet melegen tartani, mint az üstnek, mert az üstnek ugye van az alul az a legmélyebb része, ott bizony hamar oda kap. Na most, hát ugye van, ahol gázzal főznek, van, ahol fával. Ha fával van, főzöm jó akácfával, ott könnyű a melegen tartás, mert amikor már elégett a fa annyira, hogy csak jó parázs van, akkor a edény alja, meg a parázs felett az embernek a kezét el kell tudni vinni, és akkor ez melegen tartás, és ez nem egy oda. Gáznál ugye megint más, oda kell figyelni. Molnár Józseffel beszélgettünk, itt két kondérben már azért félfővésben van a birka, karcagi morra gondolom. Így van, így van. Így van, karcagi morra, és egy kis változatosság kedvére, kis csülökkörömmel. Tehát ne csak mindig a birka legyen, azért változatosságot az betartjuk, de a birkát azt nem hagyjuk ki semmiképpen. Kitől tanulta a főzést? Hát ez egyszerűen az életem során rám ragadt. Rám ragadt, nagyon régóta csinálom, szeretem is csinálni, sok munka van vele, de megéri. Meg hát látom azért csapatmunka, tehát vannak segítők. Így van, egy kialakult kis baráti társaság, családi, inkább családi, meg baráti, és ez még csatlakoznak, ezután is jönnek hozzánk segítők, tehát mindenki a munka után, hogy tud szabadulni. És hát azt gondolom, hogy már egy pörköltnek a sorsa, hogy jó lesz-e, vagy nem, már ott eldől, hogy hogy darabolják. Tehát nagyon fontos, hogy szilánkokra még hamarabb, vágjuk. Még hát a kiválasztásnál persze, de amikor már ott van egy adott birka, és az összedarabolásnál van, már eldől, hogy mi jön ki belőle. Így van. Abszolút, abszolút. Tehát egy birka pörköltnek a titka az, hogy a jó választás. Fele, minimum a fele ott dől el. A többi része az meg az, hogy hogy van összedarabolva, kicsire, nagyobbra, mi van benne hagyva, mi nincs benne hagyva. Szóval ezek a kis apró dolgok. Gusztusos legyen, ízletes legyen, tehát ne olyan legyen, hogy a csontot ne lehessen felismerni. Ezért szépen fel legyen szeletelve. De ez rutin, meg szeretni kell lenni az egészet. Én így látom. És hát azt gondolom, meg hát azért akik főznek, tudják, hogy ez nem ez a 2 óra, 3 óra, hanem azért az előző napokban azért kemény előkészület. Így van. Ugye hát én is a csülköt már, hát 17 darab csülök körömmel, azt ugye leperzselni, letakarítani, átpucolni. Szóval a birkát ugye feldolgozni, tehát ezzel rengeteg dolog van. Ez itt csak egy kis ünnep már magyarul, vagy itt főzni.
Csíkos Némészáros Judittal beszélgetünk, nem a hagyományos dolgokat látom. Mi fog ma itt készülni, hiszen megszoktuk, hogy vagy kakaspörkölt, vagy birka, itt most más lesz. Igen, most egészen más készül, mert most úgy gondoltam, hogy itt vannak a kedves főzőtársaim, akik a hagyományokat viszik tovább és készítenek birka pörköltöt. Jelenleg egy betyáros tokányt készítek, és egy csiki rostélyos készül steak krumplival. Ez saját recept, vagy valahol tanulta? Próbálkozom újabban, hiszen most elárulom, hogy közben én egy szakács tanfolyamot is végzek, így egy bizonyos kor után már azért úgy kicsit nehezebb, de benne vagyok, csinálom, szeretem, tehát most így mindenbe szeretnék belelátni. Én azt kívánom, hogy ennek is legyen sikere, hiszen a pörköltöknek tudjuk, hogy mindig sikere volt, és hát itt, ahogy nézzük, azért az újdonságot is keresik a vendégek. Igen, keresik az újdonságot, és megkérdezték már többen, hogy miért ilyen kis adagban készítem, hiszen sokan idegenkednek ugye a birka pörköltől, mert még talán nem kóstolták, vagy nem volt megfelelő a szájízüknek szerint. De igen, sajnálom, most már hogy ilyen kis adagban hoztam, de most úgy voltam vele, hogy próba szerencse. Akkor legyen szerencse. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!